Mindannyian emlékszünk a tavaly nyáron történt szerencsétlenségre, amikor lángok martalékává lett egy társasház tetőszerkezete a Kodály köröntnél. Ez a tűzeset is azt bizonyította, szükség van egy úgynevezett veszélytérképre. A felmérést a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ munkatársai készítették el március végén. Budapest világörökségi helyszínein elsőként az Andrássy úti MAG területen hozták létre a Forster Központ veszélytérképét. A térképpel azokra a súlyos állapotban lévő épületekre hívják fel a figyelmet, amelyek sürgős beavatkozást igényelnek. Az olyan káreseteket kívánják megelőzni, ahol az önkormányzat, az állam vagy a tulajdonos nem tud időben közbelépni. Az Andrássy úton vizsgált 300 épületnél a vártnál magasabb, közel 10% a súlyosan veszélyeztetett létesítmények aránya. Fontosnak éreztük, hogy ebbe a munkába, ahol lehet, külső partnereket is be tudjunk vonni. Így civil szervezeteket, értelemszerűen szakmai, tehát műemlékvédelemmel, városvédelemmel foglalkozó civil szervezeteket tudtunk bevonni, ezen felül a szakmai oktatás szereplőit, illetve a terület gazdáját, a 6. kerületet is, ők is küldtek munkatársakat erre a feladatra, és természetesen a Forster Központ jó pár munkatársa részt vett ebben. Érdekesség, hogy az intézményen belül is olyanok, akiknek ez munkaköri feladata, de itt házon belül is lehetett önkéntesnek jelentkezni erre a munkára. Az épületek használtsági foka nagymértékben befolyásolta a megítélésüket, hiszen a használaton kívüli építmények kilátásai hosszú távon sokkal rosszabbak, mint a hasonló állagú, de folyamatosan használt épületekéi. Az ilyen példa a volt MOOSZ székházként ismert épület, amely azért került a súlyosan veszélyeztetett kategóriába, mert teljesen használaton kívülivé vált. A veszélytérkép elkészítése ragyogó alkalom volt arra, hogy a szakemberek rálássanak a kialakult helyzetre, és akciótervet dolgozzanak ki a változásra. Hát tulajdonképpen az egészségügyben vett hasonlattal egy szűrőprogramot csináltunk, tehát mi kimentünk az orvosainkkal a területre, és elvégeztük azokat a szűrővizsgálatokat, amiket ezekkel az ingatlanokkal meg kellett tenni, és hát azt állapítottuk meg sajnálatosan, hogy ezen a szűk területen, ami hát néhány száz ház, azok közül 26 olyan helyzetben van, hogy elméletileg, mondom pusztán elméletileg, kerülhet ilyen helyzetbe. Ezt nem pánikot akarok kelteni, hogy holnap leéghetnek, de hogy nincs egyértelműen, nincs jó fizikai állapotban, nem rendezett a tulajdonviszonya, és esetleg nem rendezettek a használati viszonyai. Úgyhogy ezzel a térképpel egyrészt a figyelmet szeretnénk erre fölhívni, másrészt egy kicsit proaktívabban az önkormányzatokkal és a tulajdonosokkal is elkezdtünk tárgyalni, hogy mit lehetne tenni ennek a helyzetnek a megoldására. A kulturális javak védelméért felelős hatóság keretein belül működő Budapest Világörökségi Gondnokság vezetője elmondta, a 26 veszélyeztetett épület között sok a magánház, de azért akad ismert épület is. A köröndi épület, amely tavaly nyáron leégett, pontosan a tető szintje égett le, értelemszerűen ez az épület rajta van a súlyosan veszélyeztetett épületek listáján, de hasonlóan elhíresült helyszín a Volt Balett Intézet az Operaházzal szemben, szintén félig meddig értelmszerűen a listán található. Sajnos, ha megállunk a köröndön, ott egy épület gyönyörűen felújításra került, legalábbis a járókelők számára ezt a látvány nyújtja. Ugyanakkor a tér másik két épülete szintén a súlyosan veszélyeztetett között található. Vagy még hasonló példaként hadd említsem meg a Liszt-Ferenc tér sarkán álló két épületet, az egyik benne az írókboltja található, a másik épület pedig már évtizedek óta állvány mögött bújik meg, olyan állapotú az épület. Teljesen joggal adódhat a kérdés, mi lehet a megoldás? Olyan hatósági munkát kell végezni, ami a megfelelő módon segíti a beruházást, nem elvek nélkül, de kifejezetten támogatni kell ezt a döntést. Mi ezt a magunk részéről úgy tudjuk megtenni, hogy nálunk alakult meg most a műemléki tanácsadó testület, ami végül is egy szakértői csapat, ami a beruházásnak egy korai szakaszában segíti az ötletgazdát vagy a tulajdonost, hogy úgy valósítsa meg a beruházását, hogy az majd engedélyezhető legyen, tehát megmaradnak a
kulturális értékek, de belefér az a korszerű technológia is, amit ő szeretne. Tehát erre mi kifejezetten felállítottunk egy testületet. Természetesen még ebb sem nyújthat végleges megoldást. A cél egy mindenki számára megfelelő helyzet előteremtése lenne, hogy ne csupán tulajdonosa, hanem felelős gazdája is legyen az épületeknek. A Forster Központ tervezi a 6. kerület további részeinek felderítését. Ez részét képezné a már említett Budapest világörökségi térképnek.